igen, csalódtak meg az eredmény miatt. Az elején nagyon rosszul indult számunkra, hiszen az első helyzetből gondolkodt az ellenfél. És elkezdett jelenteni gyorsan, de az azt követő gól azért valamennyire megfogták nekik. Szóval mindig hibából jönnek a gólok, talán a mai mérkőzésen több olyan hibát tettek, amiből az ellenfél talán megkönnyítettük a dolgát. Természetesen csapatként kell védekezni. A védők nem tudnak védekezni, hogyha a középpályások nem érnek vissza, a csatárok nem kezdik el a munkát, amit el kell. Úgyhogy én nem szeretném ezt itt kiegyezni, hogy a védők szokott, ez nem voltak összeszokva. Inkább azt mondom, hogy csapatként kell megtanulni védekezni. Azokat a veszélyes szituációkat, amikből esetleg gólt rúghatunk, azokat tovább kell erőltetni. A védekezésünkre oda kell figyelni. Na, sajnos onnan még egyszer elkerülhető góloknak kaptunk. De nagyon bizakodók voltunk a félidőben, hogy akár lehet keresni valónk a hollandok ellen, de sajnos nem így történt. Hát bizakodók voltunk a meccset, hogy egy döntetlent akár elcsíphetünk a hollandok ellen. Most bízunk abban, hogy ők a riválisainkat az idegenben otthon is megverik, úgyhogy meglátjuk.